Egy gól hiányzott ahhoz, hogy megismétlődjön az, ami Bolognában még az év elején, mint ott is, a Bicskei Aladár uszodában is a Prorecco kezdett jól. Az első negyedben már 3 góllal vezettek. Ezt később tovább növelték a vendégek. Fordulás után több kapura lövés is sikeres volt az egriek javára, de így sem sikerült csökkenteni a hátrányukat. 9 gólos különbséggel 16-7-es győzelemmel távozott az olasz Prorecco. Nagyon boldog vagyok, az történt, amit megbeszéltünk. A mérkőzésre koncentráltunk, nem a különbségre. Jó játékot játszottunk, voltak hibák, amiket a következő meccsen nem szeretném, ha megismételnénk. Dabroszky Norbert vezetőedző elmondta, bár az eredmény hasonló a bolognai mérkőzéshez, de egy teljesen más meccset láthatott a közönség. Sokkal agresszívebbek voltunk, és próbáltam sokat cserélni, mivel egy nagyon nehéz menetelés van előttünk, és hogyha csak az eredményt kergettem volna, vagy kergettük volna, vagy nekiálltunk volna egy alibi játékot játszani, hogy nem egy nyílt sisakosat, akkor ez a jövőre nézve nem lett volna jó. Sajnos ennyivel jobb a rek. A Prorecco elleni mérkőzésen a Cetefeger férfi, női együttese, a szurkolók, valamint az Egri vízmű csapata a bíró család számára gyűjtött adományt, közel 1 millió forintot sikerült összegyűjteni. A következő Bajnokok Ligája mérkőzésre március 15-én kerül sor, ahol a Ferencváros lesz az ellenfél a Bicskei Aladár uszodában. Hétvégén elkezdődik az OB1-es férfi bajnokság középszakasz mérkőzései. Itt először a Miskolc együttesét fogadja a Cetefeger március 2-án szombaton 16 órától.